Megalakult a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az új szervezet legfőbb célja, hogy a természeti csapások során segítsék a hivatásos szakembereket a mentési és kárelhárítási munkákban. Az egyesület tagjai eltűnt személyek felkutatásában és rendezvények biztosításában is részt vennének, emellett a fiatalok számára prevenciós előadásokat is szerveznének. Az utóbbi években rendszeresen okozott károkat a szélsőséges időjárás, árvizek, erdőtüzek, özönvízszerű esőzések miatt sokszor egy időben akár 100 helyszínről is kap riasztást egy-egy tűzoltóság. A Váci tűzoltóparancsnoksághoz 37 település tartozik, emiatt például egy árvíz esetén nagyon nehéz a térség minden egyes dunamenti településén időben megkezdeni a kárelhárítást. A klímaváltozás miatt Nagymaroson is egyre gyakoribbak a vízkárok, hiszen a településen egyfelől az áradó Duna, a másik oldalról pedig a hegyekből lezúduló víz okozhat gondokat. Ezért alakítottak civil szervezetet a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltók, akik november 7-én tartották alapító közgyűlésüket. Nagymaros és Vác között 16 km a távolság. A váci hivatásos tűzoltók rengeteg olyan feladatot látnak el, és olyan eseményekhez vonulnak, ami igazából az életmentéssel és a vagyonmentéssel kapcsolatos. Az egyesületünk nem ezt a feladatot tűzte ki célul. A nagymarosi önkéntesek legfontosabb célkitűzése ugyanis az, hogy kiegészítsék a szakemberek munkáját, azaz a kézi erővel végezhető feladatokban vegyenek részt, például kidőlt fák eltávolításában, homokzsákok kihelyezésében, esőzések és árvizek okozta hordalék eltávolításában, vagy akár pinceszivattyúzásban. A tagok emellett nagy hangsúlyt fordítanak a megelőzésre, ennek érdekében épületkiürítési gyakorlatok, tűzvédelmi tanácsadás, diákszakkörök és tájékoztató kiadványok szerkesztése is szerepel a terveik között. Fontosnak tartják, hogy eltűnt személyek felkutatásában is hatékonyan tudjanak segíteni a hatósági szakembereknek. Jelenleg 35 tagja van az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, de szeretnék, ha bővülne a létszám. Egyesületünk nem válogat idézőjelben, tehát hozzánk bárki bekopogtathat, a nyugdíjastól kezdve a fiatalokig. Szeretnénk óvodás, iskolás tűzoltókat képezni. Nálunk nincsen megkötés. Törvényileg azok vonulhatnak csak, akik megfelelő egészségügyi és képzettségi szinten rendelkeznek, de ez most nem követelmény ahhoz, hogy az egyesületünk tagja legyen. Az egyesület alapító tagjai mindannyian főállással rendelkeznek, ezért az önkéntes munkát szabadidejükben végzik. Murai László parancsnok szakképzett tűzoltó, a budapesti tűzoltóság munkatársa, a többiek viszont civilek. Az egyesület elnöke például, aki Franciaországban született, csizmadia és cipőkészítő mester. 13 éve Magyarországon és korábban már a Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben is szerepet vállalt. Tőlük egyébként rendszeres segítséget kap az új szervezet, és megalakulásukat Nagymaros önkormányzata, valamint a Váci Tűzoltó Parancsnokság is örömmel üdvözölte. Az együttműködés a Váci Tűzoltóság nagyon örültek neki, azért mi végezünk, nem elveszünk tőlünk a feladata, a munkája, azért mindig az ivatások tűzoltó az elsők, kiképzés miatt és főszerelés és tapasztalat. A mi feladatunk lenni plusz egy segítség. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek jelenleg folyamatban van a cégbírósági bejegyzése, de már eddig is több feladatot elvégeztek. Nemrégiben például a város főterén tisztították meg a levelektől eldugult lefolyókat, ellenőrizték a vasúti hidakat és a nagy esőzés utáni vizek eltávolításában is segítséget nyújtottak Nagymarosnak. Az egyesület távolabbi tervei között tűzoltó laktanya építése és tűzoltó fecskendők beszerzése is szerepel, de most egy kis busz lenne számukra a legfontosabb, hogy könnyebben meg tudják közelíteni a helyszíneket.